Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással. Hát ahogy mondtuk, törlesztési moratórium témával megyünk tovább, és ingatlan témával. Itt a felújítások után nézzük meg azt, hogy a lejáró törlesztési moratóriumnál mire figyeljünk, és hogy egyáltalán adósként merre lehet tovább menni. Ezt fogjuk most tudakolni Németh Csinkó Judittól, a Money.hu kommunikációs vezetőjétől. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, sziasztok! No, akkor mi volt ez a törlesztési moratórium? Először ezt tisztázzuk szerintem. A törlesztési moratórium ugye március közepén lépett életbe azoknak a hitellel rendelkező adósoknak, akiknek a március 18-ai napig már folyósítottak a bankok bármilyen hitelt. Gyakorlatilag mindenféle hitelre egy fizetési haladékot kaptak december 31-éig, alanyi jogon járt automatikusan mindenkinek, és csak azt kellett kérni, hogyha valaki a moratórium ellenére tovább szerette volna fizetni a hitelét. És most, hogy lejár a moratórium, akkor ez azt jelenti, hogy automatikusan újra, mintha mi sem történt volna, tovább kell fizetni a tartozást, csak éppen futamidő hosszabbítás van, ugye? Valami ilyesmit kell elképzelni. Igen, van az ügyfeleknek egy csoportja, akiknek december 31-én lejár a moratórium, kapnak majd egy tájékoztatást a bankjuktól, mert ugye a moratórium miatt a havi törlesztő részletük az januártól nem emelkedhet, tehát januártól a bank automatikusan ugyanúgy elkezdi majd levonni a havi törlesztő részleteket, mint ez korábban volt. Arról kell gondoskodniuk, hogy erre a megfelelő fedezet rendelkezésre álljon. De kapnak egy tájékoztatást a pénzintézettől, ugyanis a moratórium időszaka alatt keletkezett kamatokat, hiteldíjakat, azt azért vissza kell fizetniük a pénzintézet számára, és ezt mivel a havi törlesztés nem emelkedhet, úgy tudják megoldani a bankok, hogy nem csak a moratórium időszakával hosszabbodik meg a hitelünknek a futamideje, hanem annál még néhány hónappal tovább. A néhány hónappal hosszabb lesz. Ez általában lakáshitelek és személyi kölcsönök esetén az MNB becslése szerint maximum 14 hónap lehet. Tehát a moratórium 9 hónapos időszakán túl még maximum egy 5 hónappal hosszabbodhat meg a hitelünknek a futamideje. Tehát akik januártól fizetnek, nekik gyakorlatilag semmi teendőjük nincsen. De nagyon fontos, hogy vannak olyan csoportok, a gyermeket nevelők vagy gyermeket várók, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak és a nyugdíjasok, akiknek a moratórium meghosszabbítható jövő június végéig. Nekik viszont most teendőjük van. Ugyanis a bankoknak nem feltétlenül áll rendelkezésre minden olyan információ, ami alapján el tudják azt dönteni az adósaikról, hogy ők beletartoznak ehhez ezekbe a csoportokba vagy nem, hiszen a hitelfelvételnél eredetileg nem kellett ezeket a körülményeket vizsgálni, vagy nem feltétlenül kellett. Ezért most gyakorlatilag minden pénzintézetnél nyilatkozni kell azoknak, akik beletartoznak ebbe a csoportba, és valamilyen dokumentummal igazolni kell ezt, hogy ők jogosultak erre a hosszabbításra, és akkor most nekik van teendőjük, akik hosszabbítani szeretnének. Mi van akkor, hogyha valaki nem nagyon szeretné ezt a futamidő hosszabbítást, ő neki mit kell tennie? Vállalhat magasabb törlesztő részleteket, és neki is oda kell szólni a bankjához? Tehát ez nem automatizmus, hanem egyeztetni kell a pénzintézettel? Igen, nagyon jól mondod. Ahogyan az előbb említettem, az automatizmus az, hogy a havi törlesztő részlet az nem emelkedhet, tehát gyakorlatilag mindenkinek már hosszabbodik a futamideje. Aki ezt nem szeretné, neki egyedileg kell felvenni a pénzintézetével a kapcsolatot, és kérnie kell azt, hogy annak kárára, hogy neki emelkedik a havi törlesztő részlete, ő akkor is ragaszkodik hozzá, hogy az eredeti hitel futamidő alatt visszafizesse a tartozását, és szeretné ilyen módon módosítani a szerződését. Hitel felmondási tilalomról is szólnak a hírek, ez mit jelent és kikre vonatkozik?
A hitelfelmondási tilalom az az ügyfeleknek egy harmadik csoportjának nagyon fontos, na, akiknek testi. Lejár a moratórium, de nem tudják fizetni januártól valamilyen probléma miatt a hitelüket, és nem tartoznak bele azokba a csoportokba, akik számára június közepéig meg lehet, vagy június végéig, bocsánat, meg lehet hosszabbítani. Ez a hitelfelmondási tilalom, ez annyit tesz, hogy jövő június 30-áig a pénzintézetek nem mondhatják fel a hitelszerződéseket, és ez megint az összes létező hitelszerződésre vonatkozik, ami tavaly március 18-án már folyósított hitel, bocsánat, az idei évben március 18-án már folyósított hitel volt, tehát minden hitelszerződésre vonatkozik, nem mondhatják fel őket, gyakorlatilag egy ilyen fél éves haladékot kapnak a bankok és az ügyfelek arra, hogy kitaláljanak egy olyan megoldást, amivel mégis fizetni tudják a hiteleiket. Uh-huh. Oké, tehát akkor még egyszer, mert nehogy félreérthető legyen, eddig ugye egy ilyen opt-out-os megoldás volt, hogyha valaki nem akarta a moratóriumot, akkor kellett jelentkezni a banknál, de ha most abba a csoportba tartozik, akinek egyébként meghosszabbítható, akkor neki kell intézkednie, hogy meg legyen hosszabbítva. Igen, én most végignéztem a legnagyobb pénzintézeteknek az internetes felületét, nagyon világosan, nagyon egyértelműen le van írva mindenhol, hogy milyen dokumentum kell melyik csoporthoz, tehát a gyerekeseknek milyen dokumentummal kell igazolni, a nyugdíjasoknak milyen dokumentummal kell igazolni, és a legtöbb esetben már az internetes felületen egyből meg tudják tenni ezt a nyilatkozatot, csatolni tudják a dokumentumot. Azt is kérik egyébként a bankok most a vírushelyzet miatt, hogy aki csak tudja, az elsősorban interneten tegye meg. Van, ahol az internetbanki felületen is kapnak erről értesítést, és van erre külön menüpont. Van, ahol a mobilbanki alkalmazásban is meg lehet ezt tenni, de akár postai úton is el lehet küldeni a dokumentumokat, és ha valakinek mindenképpen azt szeretné, akkor be lehet menni a bankfiókokba is. Jó, nagyon szépen köszönjük, okosabbak lettünk, reméljük a hallgatóknak is hasznos volt ez a beszélgetés. Köszönjük szépen, szép napot kívánunk! Én is köszönöm, szép napot, sziasztok! Szia, szia! Németh Simko Judittal beszéltünk, a Money.hu kommunikációs vezetőjével a törlesztési moratóriumról, hogyan tovább, mindenki el tudja ez alapján dönteni, hogy mit tegyen, illetve hogy mit kell tennie. Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A Millás reggeli ingatlan rovata hangzott el. Hát sajnos nem jók az időjárási viszonyok, és a közlekedésnek is betesz. Szuper mega giga dugó a hatoson, a nullától biztosan. Az elmúlt 20 percben haladtunk 1 kilométert. Bizonyán, mert hogy baleset történt befelé a Háros utcai felüljáró után, gyanítom ennek hatásait nyögik az arra közlekedők. Legyetek lebilincselők, más opciónk egyelőre nincs, írta Ló Béla. Köszönjük szépen. Ferihegyi gyorsforgalmin kifelé a vasúti átjáró előtt szirénát és füstölgő buszt láttam, de kb. 500 méterre voltam tőle, úgyhogy az esemény nem biztos, csak a dugó, írja önkéntes. Nem tudom, számít-e, de egy kör alatt 2 mókus a Margit szigeten. Forgalom elhanyagolható. Üdv az újdonsült futóbolond. Hát, aki ilyen időben kint fut, az tényleg lehet jó, hogy is mondjam, jó hiszemű futóbolondnak tekinteni. Szerintem ez nagyon jó dolog. És a mókus, hey, a minek a kódja?